A megyeháza dísztermében ünnepi gála keretében díjazták a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjait. A 12. alkalommal kiosztott prímadíjak célja, hogy megőrizzék a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítsék a kisebb társadalmi egységek összetartozását és elősegítsék fejlődésüket. Rendkívül sok tehetséges ember él itt a megyében is, minden megyében, de a mi megyénkben is, hál' Istennek. És nem kerülnek mindig kellőképpen elismerésre ezek a tehetségek, nem kerülnek úgymond reflektorfénybe, és ez a célja, ahogy elmondtam a beszédemben is, a prímadíjaknak, átadásának, hogy azokat az embereket, akik hosszú évek, évtizedek óta itt alkotnak, és kiemelkedőt alkottak, elismerjük a munkásságukat. A közönség előtt bemutassuk őket, a tevékenységüket. A prímadíj elsősorban a fiatalok számára üzenetértékkel is bír. A példaképek köztünk vannak. Ez lehet a pékmester, a szállítmányozó, az egyetemi tanár, a festőművész, vagy bárki. De itt vannak. És mi vagyunk olyan gazdagok, hogy a saját példaképeinket a saját környezetünkből válasszuk ki. A megyei prímadíjakat a zsűri ezúttal is 10 kategória jelöltjei közül választotta ki. Közülük végül 3-an kaptak elismerést. Magyar építészet és építőművészet kategóriában Nagy Lucskai László épületgépészt, magyar zeneművészet kategóriában Boronkai Ferencnét, a Filharmónia koncertek szervezőjét, magyar sajtó kategóriában Kéri Péter operatőr rendezőt díjazták. Ez a prímadíj ez országosan is, és nyilván a megyében is a legrangosabb díjak közé tartozik. És hát végül is az elmúlt több mint 30 éves munkásságomat tulajdonképpen jutalmazták ezzel a díjjal. És hát remélem, hogy az elkövetkezendő időben még, bár nyugdíjas vagyok, de még tudok csinálni jó néhány alkotást, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a lelkére, az eszére, az esztétikai érzékére hasson, és ezek megmaradnak mindörökre. A külön díjat magyar irodalom kategóriában Nagy Zsuka kapta. A Nyíregyházi önkormányzat külön díját Istvánovics Eszter régész, a megyei önkormányzatét Szepesi Béla grafikus művész vette át. A Prima díj kiosztón a Vállalkozók Országos Szövetsége és Megyei Szervezete az év megyei vállalkozóit is kitüntette. Így díjazták az év informatikai webáruház üzemeltető, gyermektanoda és gyermektábor üzemeltető, agrár, nyomtatástechnikai, digitális fotószolgáltató vállalkozását és utazási irodáját is. Ákházi Gyulát, a Nyírség Ruházati Szövetkezet egykori elnökét pedig életműdíjjal jutalmazták.